és egyre könnyedebben átadod magad ennek a rezgésnek. Figyelj a tested. Figyelj az áramlásra. Szikrázó napsütésben a szekszárdi dombság ölelésében hangfürdőznek a Mészői hátizsákos túra résztvevői. A Vosinszky-Mór megyei múzeum szervezésében megvalósuló délelőtti program végállomása volt Mészői Miklós Porkolábvölgyben található alkotóháza, ahol a sétától megpihenve nyugtató dallamok között relaxálhattak a vállalkozó kedvű kirándulók. A tibeti hangtálak, a gong, az óceándob mind hozzájárultak a jól megérdemelt pihenéshez. Ez a relaxáció, ez valójában egy rezgésterápia, mondhatjuk így is. Ugye itt a résztvevők kényelmes helyzetben ülnek most, ebben a gyönyörű szép térben, amit itt megépítettek a mészőtanyán. És igazából itt úgy kell elképzelni a hangrelaxációt, hogy a hangtálaimat és ezt a tibeti gongot hangszerként használom. És ugye a résztvevőknek egyszerűen csak a hangokra, a rezgésekre kell figyelniük, magukra, a testükre, és milyen hatással van rájuk ez a gyógyító rezgés. Ugye alapvetően ezek nem gyógyító hangtálak, vagy gong, vagy hangszer, hanem gyakorlatilag arra emlékezteti a szervezetünket, hogy milyen az egészséges, harmonikus állapotunk, és az öngyógyító folyamatokat indítja be. Tehát mindenképpen abban segít minket, hogy saját magunk fejlődjünk, saját magunk gyógyuljunk, regenerálódjunk, és hogy visszataláljunk a középpontunkba és a belső harmóniánkhoz. Alapvetően van egy menete, hogy tehát milyen sorrendben épülnek fel a hangszerek, hogy jönnek egymás után. Ugye a hangtálakkal kezdem, utána a nagy gonggal játszom egy 20 percet, és akkor utána visszatérünk a hangtálakra, illetve most már kosit is használok, ez egy nagyon-nagyon finom dallamos hang. Viszont például a gongjáték az egy ilyen nagyon spontán, intuitív játék, végül is a rezgésekkel, és igazából én is ilyenkor mindig átszellemülök, és így átadom magam ennek az egész flow élménynek és rezgés hullámoknak. Ez egy olyan terápiás, relaxációs élmény, ahol a test megnyugodva csendben pihen, miközben az áramló rezgések gyógyító energiákat küldenek felé. Az ellazult állapotban könnyebb elengedni mindazt a negatív töltetű energiát, ami terheli a szervezetet. Így elindítja az öngyógyító folyamatokat. Azért körülbelül egy hét, míg nagyon szépen így lecseng bennük ez a mai alkalom, ez a relaxáció. Ugye mindenkinél más, hogy milyen élmények jelennek meg. Az biztos, hogy nagyon pozitív hatása van, valakit nagyon megérint, van, akiben fizikai tisztulási folyamatokat tud elindítani, van, aki egyszerűen csak ellazul, és egy ilyen nagyon-nagyon mély alfa állapotba kerül, tehát nem feltétlen kell ehhez előképzettség, nem kell hozzá különböző tanulmányokat folytatni, hogy megértsék, mert ugye itt nem megérteni kell, hanem egyszerűen csak megnyílni, és átengedni magukon ezeket a hangokat. A FIT Múzeum program a Múzeumok őszi fesztiváljának része volt. A mára már hagyományá vált túra minden évben nagyon népszerű. Ez a harmadik, negyedik túránk, amit mindig összekötünk valamilyen foglalkozással, hol gyerek programmal, játékos mese délelőttel, hol most különlegességként a Olló Eszter hangtár programját választottuk társul, és hát ezen kívül az érdeklődőknek bemutatjuk még a Mésző Miklós alkotóhelyét, a Mészőtanyát. A túra az ilyenkor tulajdonképpen majdnem a Mésző Miklós szülőháza elől a Béla térről indul, most a Babics utcán, a Kálvin téren, a Bálint közön keresztül, a Remete utcán végig, és a Bal Remetén föl. Ez egy olyan, hát egy órás túra körülbelül, amíg szépen el lehet sétálni ide a Mészői tanyához, ahol most sugárzó napsütés fogad bennünket. A tanya Mészői Miklós 60-as évekbeli alkotóhelye volt, ahol az író tavasztól őszig tartózkodott és írt. Itt vetette papírra az első nagyon fontos regényét, az Atléta halálát. Felesége, Polc Ellen is gyakran meglátogatta az írót.
az emlékeikben ez egy ilyen idilli helyként maradt meg. Tehát az a békesség, az a nyugalom, ugye a várostól egy picit távol a rokonlátogatások, vagy a családlátogatás és egyéb baráti látogatások távol, hiszen az ő otthonuk Budapesten, a Városmajorban, az is mindig nagy társasági élet volt, mindig volt valaki náluk, illetve sokszor volt, amikor barátok ott laktak hosszabb ideig, tehát hogy ez egy ilyen idilli alkotóhely volt. Mészői említi is Polccal ennek egy levelében, hogy ide valami komoly munkát kell neked is hozni, mert éppen Wittgensteint olvasok, és hogy ez itt mennyire jó. És mondom, az a nagyon szép benne, hogy Alenben is, illetve Alentől is tudható, hogy ez egy ilyen idilli, békés hely volt számukra az emlékezetben, és a házasságuknak is egy olyan nagyon boldog időszaka, amikor ők itt is éltek egy rövid ideig, néhány hetet közösen. A 90-es évektől már megvolt a törekvés Szekszárdon arra, hogy az akkora már jócskán leromlott állapotban lévő tanyát alkotóházzá alakítsák át. Az eredeti tanya menthetetlen volt, romos állapotban vásárolta meg egyébként a város magát egy kis területtel együtt a romos tanyát, és hát két évtizedig durván nem történt semmi, míg végül is a szekszárdi vagyongazdálkodási Kft. Talált egy turisztikai pályázatot, aminek a keretében felépült egy új tanya, ami miután turisztikai pályázat, 5 évig biztos, hogy kiállító helyként fog működni. Egy pici kiállítás is elkészült, ami pont ezt az időszakot, ezt a nagyon fontos alkotó időszakot mutatja be Mészői Miklós életéből, de úgy van kialakítva, hogy itt lehetőség lesz arra, hogy majdan alkotóházzá alakuljon át ez a fontos és ma is nagyon szép természeti környezetben lévő ház. A tervek szerint az alkotóházban irodalmi találkozókat rendeznek majd, és a házad otthont a szekszárdi magasiskola Mészői Miklós Irodalmi Akadémiának is.